nem győzelemre készültem, és ez nem győzelemről szól. Én egy vállalkozó vagyok, akinek van egy csapata, és az egész csapatnak napi feladatokat kell teljesíteni. Most is, az elmúlt 20-valahány évben, és a jövőben is, remélem a következő 20-valahány évben teljesítenünk kell, bevők felé, beszállítók felé, bankok felé, hitelezők felé, és különbözőképpen kell megfelelnünk az iparágunk elvárásainak. És úgy gondolom, hogy ezt nagyon nagy nyugalommal, higgadsággal, ugyanakkor óriási elkötelezettséggel. Ez egy elismerés, amit nagyon szépen köszönünk. Édesapám azt mondta, hogy ügyvéd legyek. A jövő az ügyvédekért, amiben sokféle igazság van. Végül is én egy vidéki környezetben nőttem föl, mezőgazdasági környezetben, és a vidéki környezetben a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés az egy nagyon fontos elkötelezettséget ad, vagy adhat az embernek. És én ezt az elkötelezettséget megkaptam édesapámtól, megkaptam a környezetemtől, illetve hát attól a vidéki életformából, ahonnan származom. Édesapám elkezdett gombatermesztéssel foglalkozni, mert valami eredetit, újat szeretett volna csinálni. Utána én elkezdtem kertészeti egyetemre járni, és a kertészeti egyetemen is kaptam különböző inspirációkat arra. Voltak olyan tanáraim, oktatóim a zöldségtermesztési tanszéken, akik ebbe az irányba tudtak tanítani, és valahogy kialakult bennem ez az elhivatottság, ha szabad ezt a nagy szót mondani, és hát a gombatermesztés az életem részévé vált. Ez egy óriási feladat, ami a jövőben előttem vagy előttünk áll, ennek a elismerésnek a tükrében. Tehát nem csak annak kell megfelelnünk, hogy mi gombatermesztő vállalkozás vagyunk, vagy pedig egy vállalat vagyunk, ami jól működik, hanem egy elismerést kaptunk a magyar mezőgazdaság visszacsatolása tekintetében olyan szakemberektől, hogy elismertek bennünket, elismertek akár engem, vagy elismerték a vállalkozásunkat, és úgy gondolom, hogy ezt meg kell hálálnunk, illetve összességében az egész magyar mezőgazdaságot, vagy a mezőgazdaságot összességében mind olyat kell tudnunk képviselnünk. Ezt tudnunk kell közvetíteni a munkavállalóink felé, a fogyasztóink felé. Ez egy olyan kihívás, ami egy magasabb mércét ad, vagy egy magasabb kihívást ad, egy elkötelezettséget még jobban kell, hogy erősítse bennünk, hogy egy jó irányba haladunk.